Azt akartam még elmondani. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban ezt a könyves kupacot fogom itt bemutatni, ugyanis a múlt héten kaptam egy hatalmas nagy csomagnyi könyvet a Metropolis Media kiadótól, amit ezúton is nagyon szépen köszönök még egyszer. És hát úgy gondoltam, hogy ha már megkaptam ezt a könyves csomagot, akkor bemutatom ezeket a könyveket, mert ilyen könyves haul videó amúgy sem nagyon szokott lenni, mert általában ilyen havi egy-két könyvet veszek maximum, azt pedig nem érdemes bemutatni, mert azt el szoktam általában azonnal olvasni, ami benne van az összegzős videómban, tehát nem szeretnék egy hónapon belül kétszer beszélni ugyanarról a könyvről, és majdnem ugyanazt elmondod. De most kaptam egy csomó könyvet, úgyhogy most ezeket be fogom mutatni. Ja, és előre is elnézést, nem tudom a legtöbb szerző nevét kimondani, mert a legtöbb szerző neve ebből a kupacból nem magyar és nem angol. És a többi nyelven a kiejtés nem feltétlenül tudom. Azért is nagyon jó, hogy most kaptam ezeket a könyveket, mert egyrészt van benne egy csomó külföldi szerző, ami nem angolt takar, vagy tehát igen, nem angol nyelvű, angol anyanyelvű szerzőt takar. Tehát lesz végre a Barangolás Európában-hoz olvasnivalom, tehát lesz végre a Barangolás Európában rész is, mert nem tudom mikor volt az utolsó, szerintem régen az a lényeg. És kellene már új rész, és itt most van egy csomó európai más nemzetiségű szerző. Ráadásul azért is nagyon jó, mert ezek a könyvek magyarul vannak, amit így, tehát így a szüleim is el tudják olvasni, mert mindig azzal van a probléma, hogy angolul veszek könyveket, és ők nem tudják elolvasni őket. És ezeket most ők is el tudják. Úgyhogy tök jó. Na és akkor az első könyv, Haldóra Thorodzentől, Az ablak, ez egy izlandi írónő könyve. Ilyen icipici, nagyon kicsike, hát kisregénynek van titulálva igazából. Az öregedésről és az öregségről szól, hogyha látjátok. Ezt már elkezdtem egyébként olvasni, körülbelül az egyharmadánál járok. Eddig tetszik. Úgyhogy valószínűleg Barangolás Európában rész is lesz belőle. Hogy ezzel is haladjak. És eddig érdekes, ez egyébként ilyen szép irodalmi műnek számít, ami azért furcsa, mert nem szoktam szép irodalmat. Most hogy mondjam szépen? Mindegy, nem szoktam annyira szép irodalmat olvasni, mert ugye inkább a fantazis vonalon mozgok. És az iskolában olvasott szép irodalom az kicsit eltántorított ettől a műfajtól, de ez eddig elnyerte a tetszésem, úgyhogy remélem továbbra is jó lesz. Hát tegyem. Következő. Szerge, nem mondom ki, nem tanultam orosz se, nem tudom kimondani. Szergej Lukjanyenkótól a kvázi. Ez egy ilyen disztópikus mű, valami alternatív jövőben, hogy ha valaki meghal, akkor valahogy vissza lehet őket hozni, de nem így kimondottan zombiként, de valami olyasmi. Hát, hogy a főszereplőnek össze kell társulnia egy ilyen kvázi lényel, aki egy ilyen föltámasztott halott, vagy feltámadott halott, és akkor vele kell együttműködnie. Ráadásul ez is jó a Barangolás Európában, mert ez pedig orosz szerzőtől származik. És hát azt hallottam már másoktól, hogy ennek az úriembernek, aki ezt a könyvet írta, van egy másik nagyon jó sorozata is, úgyhogy ez pozitívan állok hozzá ehhez a könyvhöz is. Walter Travis-től a Sokszavú poszáta. Ő azt hiszem amerikai szerző. Hát ez is egy ilyen disztópikus könyv. Nincsenek benne rendes emberi kapcsolatok, és 25. század disztópikus világ, maradék emberi civilizáció, és itt senki nem nagyon érintkezik senkivel. Ugye a drogok vagy az öngyilkosság az egyetlen menekvés. Pozitív. És akkor hát ebből próbálnak valahogy kitörni. Az valami ilyesmi. Mert a címe az erősen emlékeztet az éhezők viadalára. A következő Jodie Taylortól a Semmi lány. Jodie Taylor talán brit szerző. Ennek a könyvnek, mikor elolvastam a
fülszövegét, akkor először pislogtam, mert így hangzik. Amikor a súlyos dadogástól és önbizalomhiánytól szenvedő Jenny Dove, a semmi lány megpróbál véget vetni életének, most jön a jó rész, megjelenik Tomás, a misztikus, aranyszínű, gyömbéres keksz illatú ló, melyet csak ő lát. Ezután már muszáj elolvasnom ezt a könyvet. Egyébként nagyon fáradt vagyok, mert vizsgai időszak után vagyok, vagy hát így vizsgai időszakban, és nem sokat aludtam mostanában, úgyhogy ez lehet látszódik a fejemen is. Bocsánat. Na igen, szóval annyira abszurdnak tűnik ez a könyv, hogy muszáj elolvasnom. Mert túlságosan is érdekel, hogy mit hoznak ki ebből az egy mondatból. Van még utána egy csomó más minden, de ez a gyömbéreskek cillatuló, ez valami fantasztikus. Johanna Sinisalo, finnül se tudok, szóval ez egy finn könyv, ami sajnos nem tud a barangolás Európában sorozatba beleszámítani, mert finn már volt, de se baj, azért még elolvasom. Ez a nap magja, és ez is elég abszurdnak tűnik, szintén ilyen, hát nem is disztópikus, de ilyen alternatív Finnországban játszódik, és szóval minden, ami drognak számítható, ilyen függőséget okozható dolog be van tiltva. Be fogom linkelni az összes könyvet a leírásba, és olvassátok el a fülszövegeket, mert ez annyira abszurdnak tűnik ez a könyv is, tehát hogy az egyetlen dolog, ami nincs betiltva és függőséget okoz, az a szex, és így valahogy e köré is fonódik, akkor micsoda? Új emberi alfajt hoztak létre, és ami ezeket a vágyakat kielégíti, annyira érdekel ez a könyv, hogy ez mi történhet benne, komolyan. Carlos Csernovtól a végtelen vetítés, ő egy argentin szerző, és szintén valami disztópikus világban játszódó mű. Körülbelül annyit fogtam fel a fülszövegből így első olvasásra, hogy így kicsit hasonlított számomra a Ready Player One-hoz, hogy így virtuális létben élnek az emberek, ilyen életfilmekre csatlakoztatják rá az agyukat, és akkor a szegénységből igazából az az egyetlen kimenekvés, hogyha ilyen virtuális életfilmben, vagy nem tudom pontosan, hogy virtuális, de ezekben az életfilmekben, hogyha nagy sztár lesz az adott ember, akkor ki tud törni a szegénységből, mert amúgy így a gazdagok irányítanak. És akkor ebből lesznek ilyen különböző bogyodalmak. Ő sajnos nem számít bele Európába, de azért el fogom olvasni, és akkor legalább bővítem a látószögemet, mert nem csak brit, meg magyar szerzőktől olvasok. Magyartól se sokat, de főleg bármint egy brit, vagy perangol, akármit nevezük akárhogy. Szintén finn szerzőtől Emmi Itäranta, a Tiltott Álmok Városa. Nem teljesen tudom, hogy ez konkrétan milyen kategóriába tartozik, de az is valami ilyen disztópikus, vagy valami hasonlónak tűnik, mert főszereplünk Eliana, aki a szövők között van, és van ez a különleges képesség, hogy tud álmodni, és így próbálja ezt elrejteni, mert ezt nem kéne, hogy ő tudja. Aztán egyszer csak megtalálnék egy lány, aki nem tud beszélni, és mindenféle bonyodalmak alakulnak ebből, mert a lány tenyerébe bele van írva a főszereplőnőnek a neve. Szóval érdekes. De sajnos ugye ez sem jó, mert ez is finn. És ez a rossz, hogy finn könyvet már olvastam a Barangolás Európában hozzá, ettől függetlenül. Érdekes. Bár a másik finn szerzőkönyv az abszurdabbnak tűnik, ezért azt valószínűleg előbb fogom elolvasni. Utolsó előtti könyvünk Szélesi Sándortól van, mégpedig az Ellopott Troll. Szélesi Sándortól olvastam a Kincsemet. Alapvetően a Kincsem nem volt egy rossz könyv, mármint nem volt rosszul megírva, csak a sztori volt gyenge, de mivel igaz történet alapján készült, így nem nagyon tudok vele mit csinálni. Akkor ez pedig Szélesi Sándornak egy másik könyve, ez már ilyen fantasy, úgyhogy ez már az én területem jobban, mint a Kincsem, ami egy aranypöttyös történelmi regény volt, és olyan kevés lóval, hogy szinte semmi volt. Nyomozások,
vannak benne, tehát ilyen fantasy krimi, mágikus krimi, itt vannak. Segítenek nekem megfogalmazni, hogy miről szól ez a könyv. Úgyhogy ez is érdekesnek hangzik, főleg, hogy ezt évelején sokat láttam itt-ott ilyen hirdetésekben, úgyhogy azért megmaradt így a fejemben, hogy ezt figyelgettem, de konkrétan nem olvastam el, mert amúgy nem hinném, hogy elolvastam volna. Még legalább elfogom. Utolsó könyv, amit a Metropolis Media kiadótól kaptam, az Jasper Fortól, aki szintén egy brit szerző, a Monokróm, és ennek annyira nem mondott sokat a főszövege, de lényegében az van, hogy az emberek bizonyos színekben látnak, más emberek más színekben, és akkor ez állapítja meg a társadalmi hierarchiát, és akkor ez egy ilyen disztopikus könyv, de egyben paródia, és akkor ilyen kalandok vannak benne, ilyesmit nem teljesen tudtam megérteni főszöveg alapján, mert tényleg nem sok mindent nyújt itt a hátulja. Főleg, hogy tele van, gondolom a könyvben lényeges fogalmakkal, amiket egyelőre ugye nem értek. Ezeket a könyveket kaptam a Metropolis Media kiadótól, amit még egyszer nagyon szépen köszönök, aztán majd szép lassan neki látok őket elolvasni, és akkor bővebben is tudok majd róluk beszélni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, és viszlát a következő alkalommal.